Sziasztok! Ez nem lesz könnyű, de ugye van az a mondás, hogy ha nem mondhatom el senkinek, elmondom mindenkinek. Szóval ti vagytok a mindenki. És nagyon remélem, hogy nem lesz ebből probléma, hogy ezt most így országvilág elé tárom, és nagyon remélem, hogy nem fogtok engem mindenféle ilyen módon köpködni, és bocsánat, ez megy bor, és eleget ittam belőle, hogy erről beszéljek. Tapasztalataim szerint nagyon kevés olyan család van, ahol az apák, az anyák igényeinek megfelelően vannak a helyszínen. Mondom, hogy miért. Apaként az én gondolatom az, hogy az én dolgom, hogy mindenki életben maradjon. Tehát ez a lényeg. Tehát pénzt keresünk, csináljuk a dolgunkat, felújítunk, odafigyelünk, elvisszük, megoldjuk, megszervezzük, megvesszük. Ez alapvetően szerintem a férfiak dolga, és volt a dolga egyébként több ezer éven keresztül, jó? Tehát mi nem arra vagyunk kitalálva, hogy a barátnők azok nekünk panaszkodjanak, és jól megértsük őket. Valamiért ebben szarok vagyunk, én is. Nagyon. De honnan jön ez az egész? Amiről szerettem volna beszélni, az előzményekből nyilván, ugye, apákból, kitől tanulunk, férfiaktól tanulunk, jó? Tehát igen, az összes fiú az anyja szoknyája mellett mászkál, de nem azt tanulja, amit mond, jó? Tehát azért megyünk oda, mert ott kellemesebb. A férfiak a fiaikat úgy nevelik, hogy kellemetlen legyen. A valóságnak nevelik. Jó? Tehát ez a lényeg igazából. Jobb esetben úgy, hogy működjön a dolog, tehát ne legyen szar, tanuljon belőle, mellette legyen, értékelje, tudjon valamit utána, tehát jó élmény legyen. Nekem sajnos nem ez volt. Ha én azt mondom nektek, hogy 30 évesen volt az első csavarhúzóm, és 36 évesen volt nekem az első bármilyen egyéb szerszámom, ez nagyon sokat mond, jó? Tehát az én apám nem volt egy mintaapa, jó? Tehát nem a tankönyvbe esett ki. Egy szemétláda volt. Nagyon fura erről beszélni, úgyhogy bocsássatok meg, hogy kicsit megakadok, hülyeségeket beszélek, próbálom összeszedni a gondolataimat. Ami nagyon nehéz ebben az egészben, hogy majdnem 40 éves koromra rájöttem, hogy szinte teljesen ugyanolyan vagyok, mint ő. Az egyetlen dolog, amit ő fölvállalt, hogy megcsinál, az, hogy eltartson minket. Édesanyám nagyon korán rokonnyugdíjas lett gerincével. Tanárnő volt korábban, és még 5 évesen voltam, amikor őt legyugdíjazták, szóval nem volt opció, hogy ő bármit keres. Apám viszont bányász volt. Az egy rohadt jó pénz volt. Jó? Tehát, aki emlékszik arra, a 80-90-es években mocskos módon jó pénz volt az, hogyha valaki bányász. Meg a nyugdíj is volt, tehát nem volt semmi. És ennek ellenére valamiért sosem volt mindenre. Amit apám csinált, az volt, hogy bevállalta azt, hogy délutáni műszakként elmegy a kollégáival sörözni, ugye. Nyilván befogadják, új fiú, és többi, és többi. Ez hónapok alatt odáig fajult, hogy alkoholista lett csúrikám. Életem első 3 évét abban éltem, hogy amikor apám ott volt, nem lehetett hozzászólni. Ha hozzászóltál, vagy valami rossz kedve volt, akkor elvert minket. Fenniket minket, tehát a húgom az 2 évvel fiatalabb nálam, 1,5-2 évvel, tehát szeptemberi. Sosem ő kapott, jó? Tehát mindig én kaptam azt, hogy kukoricára térdődünk, aki emlékszik rá. És fatának volt az, hogy a jó nagy bányás szíja. Az nem volt egyszerű. A ruhafa, amikor a ruhafával kaptam, az volt a könnyebb egyébként. Ugye, tudjuk. De nem is ezt szerettem volna alapvetően mondani, de szerettem volna, hogyha tudjátok, hogy miről van szó alapvetően. Szóval életemnek az első 6 éve körülbelül azzal telt, hogy először apám volt alkoholista, aztán anyám volt alkoholista. 6, a lószart, bocsánat, 10, legalább 10. Anyám csak azért szokott le a piáról, mert a pszichiáter mondta neki, hogy meg fog halni bele, és inkább adott neki nyugtatókat. Lassú taps, de komolyan lassú taps.
Ezt 18 évig bírtam. Nem teljesen jól, abszolút nem teljesen jól, tehát voltak nekem bajaim. Szociálisan én egy kalapszar voltam, jó? Tehát én nem tudtam emberekkel beszélni. Én nem tudtam, hogy hogyan barátkozzak, hogyan szerezek barátnőt, abszolút semmilyen szinten. Tehát képzeljétek el, hogy tehát olyan szinten nem tanított meg senki. Tehát olyan szinten nem, hogy 14 évesen középiskolában, Valentin napon vettem az egyik osztálytársamnak a gyűrűt, mert kedveltem. Mert kedveltem, ennyi, itt volt a véget. Raklapszal gyerekek, de tényleg, tényleg. És olyan 18 éves kor, amíg tartott ez az egész, tehát senkitől nem tanultam, nem tudtam, hogy hogy kell ezt az egészet csinálni, hogy kell barátkozni. Voltak barátaim, úgymond. Tehát nekem volt kettő osztálytársam, akivel nagyon jobban voltam, mindenki mással nem. Tehát ezt tudni kell, hogy engem baszogattok, jó? Tehát ez a bullying, ez nagyon ment. 90-es években nagyon ment. És ebből a kettőből, mind a kettőből a mai napig, még ha nem is olyan túl gyakran, de beszélek. Tehát ennyit számít az, hogy milyen ember találsz magad mellé, hogy bármikor beszélnek velem, bármikor mellém állnak. Misi barátom, barátomnak mondom még tényleg 30 év után is, Misi barátom azt tényleg, hogy képes volt basszus 250 kilométert utazni, hogy megcsinálja a parkettámat. Szóval tényleg úgy, hogy előtte nem beszéltem évekig. Ez férfi barátság. Kicsit elkanyarodtam. Szóval 18 éves koromig én ezt nagyon tanultam, és akkor jöttem rá, hogy nekem nem kell romantikusnak lennem, kedvesnek lennem, bárgyúnak lennem, azt senki nem szereti. Szóval visszaadtam az összes nőnek azt, amit én kaptam, leszartam őket, nem foglalkoztam velük, nem érdekeltek, semmi az égvilágon, és jöttek. De mint légy a szarra, tényleg. Nehéz elképzelni a mostani fizimiskámat, tehát tényleg lassan 40 éves vagyok, tehát tényleg nehéz elképzelni, de így volt. Nem kevés, nem rossz. És ez volt körülbelül az időszak, amikor apám teljesen megkattant. Ide akartam visszajutni. Addig még volt neki egy étterme, ami nagyjából működött, meg egy zöldséges, ami nagyjából működött, és teljesen kiforgatták vagyonából. Nagyjából olyan 18 éves voltam, amikor úgy döntött, hogy a legjobb megoldás, hogy velem fog hitelt fölvetetni. Tehát kamuzott egy számlát, volt egy számlaszám, amire iszonyatos összegeket utalt, majd vett le azonnal, hogy úgy lássák, mintha én alkalmazott lennék mocskos módon jó pénzért. Tehát 300 ezer forintról beszélünk. De tényleg, 300 ezer forintról beszélünk 2003-ban. Én 2012-ig nem kaptam ilyen fizetést, jó? Tehát az kettő között van basszus, Isten verte majdnem 10 év. Nagyon durva. És mégis ez történt. Nem gondolta ő, hogy bármi miatt meg kéne számolni, mert mindig ő volt az ész, mindig ő volt, aki megoldotta, mindig ő volt, aki megcsinálta, mindig ő volt az, aki mellé állt. És ezt aláírom, tényleg így történt, tehát engem is húzott iszharból, tény és való. De én 19 éves koromat úgy kezdtem, hogy volt egy 6 millió forintos adósság a nyakamon, és akkor már fél éve elköltöztem otthonról, én ezt nem bírtam. Az utolsó alkalom az volt, amikor apámmal összeverekedtem. Rendkívüli módon részeg voltam, de vállalhatatlan részeg voltam. Elég bátor voltam ahhoz, hogy elküldjem a picsába. Az összes dologért, amit csinált velem, anyámmal, a hugommal, nagyszüleimmel, mindenkivel az égvilágon. És provokáltam, nagyon provokáltam. Tehát nagyon sokáig abszolút próbálta viselni az egészet, amiket én beszóltam neki, egyszer csak elkattant. És nagyon sokáig az utolsó emlékem az volt apámról, hogy nekem jön, én neki megyek, és anyám ránk hív a rendőrséget. Tehát nem tudom, mi történt utána, fogalmam sincsen, ránk hívta a rendőrséget. Mert hogy a férjem összeverekedett a fiammal rendkívül. Na ez volt az a pont, amikor én elköltöztem, jó? Tehát előtte Komlón laktam, Baranya megyében, jó kis bányászváros egyébként, imádtam, gyerekkoromban imádtam, mindenre volt pénz, minden működött, minden gyönyörű volt, rohadtul szerettem a várost, és amint elkezdett kicsikét leomlani az egész, beköltöztem Pécsre. Pécset pedig szerintem sokan ismerik, már ha máshonnan nem, akkor legalább hírből, jó? Tehát igen, az egy egészen más történet,
És ha szeretnétek, hogy folytassam, hogy mi történt velem Pécsen, hogy mi volt apámmal, mi van a családommal, akkor jelezzétek nekem kommentbe, jót. Kurva nehéz volt ezt kiadni magamból. Nagyon nehéz lesz a további is, baromi nehéz az egész, szóval készüljetek föl, nem lesz egyszerű történet. Sziasztok!